A jövő héten indul a vakáció, a kirándulások és a nyaralások igazi időszaka. Bár az időjárás mindezt megelőzi, hiszen a hét hátralévő részében igazi hőhullámra számíthatunk. Köszöntöm a kedves nézőket, itt az M1-en Tóth Tamás vagyok. De ha már a vakációt és a szabadságokat említettem, akkor érdemes Magyarországnak olyan rejtett kis zugait, kincseit felkeresni, mint például a mellettem látható Mánfai templom. Ez a Sarlós Boldogasszony templom feltehetőleg 12. századbeli, tehát az Árpád házi királyok korában épült, és Pécs és Komló között lelhető fel egy ilyen festői völgyben, és a nyári napsütésben már felkereste dr. Vizi Márta ezt a helyet, és elküldte nekünk a meteorfotokukac@mtva.hu e-mail címre. Egyrészt önök is keressék fel ezt a kis rejtett kincset, illetve küldjenek a továbbiakban is időjárással kapcsolatos képet, címünk változatlan, meteorfotokukac@mtva.hu. A nagy meleget pedig az a ciklon okozza, ami tőlünk viszonylag messze az Atlanti partvidéken található, de ott keveri meg leginkább a légtömegeket, és egészen ez a ciklon biztosítja nálunk a tartós délnyugati áramlás, ami tehát a Szahara felől hozza hozzánk a forró levegőt a következő napokban. Így napról napra emelkedik a hőmérséklet, bár egy pici megtorpanás talán a hét közepén ebben lesz, de csak is kizárólag az ország északi részén érezhetünk ebből valami, de a mai napra vonatkoztatva is már kevéssel 30 fok felett tetőzik a hőmérséklet, és ami érdekesség még ebben az időjárási helyzetben, hogy az Ibériai félsziget legnagyobb részén sokkal hűvösebb lesz a következő napokban, mint például nálunk itt a Kárpát-medencében, hiszen már most ezekben az órákban is nagyon emelkedik a hőmérséklet, köszönhetően a szinte zavartalan napsütésnek. Csak általában kevés gomoly vagy pehelyfelhő tűnik fel az égbolton, egy-egy hőzivatar, főként a magasabb hegyvidéki területeken, a Kárpátokban, esetleg az Erdélyi Szigethegységben fordulhat elő, síkvidéken várhatóan nem alakul ki, és igazából a következő három nap is azt mondhatnám, hogy szinte teljesen csapadékmentes, és egyben forró időt hoz, hiszen a kánikula tetőpontja pénteken várható, szombaton viszont már egy hideg front teszi tiszteletét, ahogy északnyugatira fordul az áramlás, úgy kissé hűvösebb levegő érkezik, és szorványosan, de akár heves zivatarok is megjelennek az útjában. Sorozatban a harmadik egymást követő évszakhoz Magyarországra rekordmagas hőmérsékletet 2024 tavasza is az elmúlt 124 év legmelegebb jele. Május hozta a tavaszi hónapok közül a legkisebb anomáliát, de így is az országosan mért 17,4 fok, ahogy itt lehellettem is láthatják, több mint egy fokkal haladja meg a klimatológiai normát. A pünköst hava hőmérséklet tekintetében nem hozott jelentős kiugrásokat, bár a hónap közepén volt egy hűvösebb periódus, amikor a nyírség még egy-egy helyen 0 fok alatti hőmérséklet is előfordult, de emellett alig volt az országban 30 fokot meghaladó hőmérséklet. Csapadék tekintetében viszont már közel sem ennyire kiegyenlített a kép, kis területen belül is jelentős eltéréseket figyelhettünk meg. Az Alföld déli és keleti részén továbbra is az átlagosnál szárazabb volt az idő, ugyanakkor Eger környékén vagy a Nyugat-Dunántúlon, kiemelten a szlovén határ közelében több településen is 130-150 mm-t regisztráltak, itt mellettem pedig az országos átlagot láthatják. A legcsapadékosabb település az eddigi adatok szerint a Zalavár megyei Páka lett, ahol 172,5 mm-t mért a meteorológiai észlelő. Kedves nézők, én pedig búcsúzom önöktől, viszontlátásra!